Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, hogy mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Nem jellemző. De mi baj van a jelenlegi világgal? Tudatlanság, elnyomás. Tudatlanság, elnyomás. Nem arra megy, amerre kéne. Nem arra megy, amerre kéne. Szeretet nélkülség. Szeretet nélkülség. De ha így halad tovább, hova jut ez az emberiség? Gondolkoztak már ezen? Érdekes egy világban élünk, nem? Tehát az az érdekes ebben az egészben, hogy mennyire sikerült elérni az embereknél azt, hogy az etikájuk, tehát az erkölcs, tisztesség, becsület, az ugye olyan szintre süllyedjen, igen, hogy igazából az ilyen hagyományos erkölcsi működés, becsület, tehát a tisztesség, tehát olyan szinten, hogy ugye megnézzük az embereknek, volt egy pozitív hozzáállás a munkához régebben. Tehát a munka az nem egy negatív szó volt. Tehát egy pozitív hozzáállása volt. Tehát az embereknek természetes dolg volt, hogy dolgozzanak, ha jobban végig gondolod. Tehát mondok példát, jó? Én nekem 93-tól voltak alkalmazott. 93-tól. Nem mondom, hogy vannak, mert most nincsenek. De 93-tól voltak alkalmazottaim. A legnagyobb létszámban a 90-es évek második felében voltak alkalmazottaim, akkor olyan 130 valahány alkalmazottam volt egyszerre. Több száz alkalmazottam volt úgy összességében. És ugye az alkalmazotti, tehát az alkalmazottak azok voltak egészen a 2000-es évek, sőt a 2010-es évek elejéig. És tudjátok, mit tapasztaltam? Hogy az idősebb generáció, tehát mondjuk az én korosztályom, az munka szempontjából sokkal megbízhatóbb volt, mint a fiatalok. Sokkal. Tehát sokkal hűségesebbek voltak. Tehát nem volt az, hogy nem lehetett rábízni dolgukat azokra az emberekre, de igazából azt tudom mondani, hogy kevés jó alkalmazottam volt, tehát kevés. De akik jók voltak, azok nem a fiatalok voltak. Nem. Tehát mondom, az én korosztályom az sokkal megbízhatóbban, sokkal jobban rá lehetett bízni feladatokat, és sokkal inkább végrehajtották, mint a fiatalok. Tehát én azt látom, hogy egy kis tanítás, vannak generációk. Generációk azok 25 évenként vannak. De konkrétan évszámhoz kötődött a generációváltás. Tehát ami azt jelenti, hogy
67-ről 68-ra, 1967-ről 68-ra van egy generációváltás, akkor van ugye 7, 6, 5, 4, 3, tehát 3 és, tehát 43 és 42 között van egy generációváltás. Onnan visszaszámolunk megint, akkor azt hiszem, ha jól számolom, 27. 17 és 18 között volt egy generációváltás. Akkor nézzük tovább fölfele. 92 és 93 között van egy generációváltás. Tehát 1992 és 93 között. Majd van egy generációváltás. Azt mondja, hogy 93, 94, 95, 96, 97, azt mondja 7, tehát 17 és 16 között, ha jól számol, vagy 17 és 18 között van egy generációváltás. Tehát így vannak a generációváltások. Egész jól megfigyelhető a generációváltás különbsége a párkapcsolatokban. Tehát ahol generációváltás van a párkapcsolatban, ott sokkal több a egyetnemértés. Még úgy is, hogy képzeljétek el, hogy akár pár hónap van köztük. Pár hónap. De az egyik mondjuk beleesik az előző generációba, a másik már a következő generációba. És képzeljétek el, észlelhető a generációváltás különbsége, a másként gondolkodásnak a különbsége. Tehát másként gondolják ugyanazokat a dolgokat. És ez a generációváltás, ez azt is eredményezte, hogy mondjuk az én nagyszüleim, az még a 17-es generációváltás előtt születtek, és nekik a munka az az élet természetes része volt, és az egyik legfontosabb dolog volt az életükben. Tehát a munka. Tehát olyan szinten fontos volt a munka számukra, hogy ők nem is akartak, nem is szerettek volna, mit tudom én, a munkahelyet nagyon más csinálni. Mit értek? Túrázni, kirándulni, nyaralni, ide menni, oda menni. Nem is akartak. Erre a mai társadalomban azt mondják, hogy ők röghöz kötöttek voltak. Ugye? A mostani emberek azok meg, hát nem tudom, van erre valami kifejezés, hogy mennek össze-vissza. Na és lényeg az, hogy a következő generáció az ugye 42-43-ig volt, az is dolgosabb volt, de már nem annyira. Dolgosabb volt, mint az én generációm, ugye, amelyik ugye 43 és 67 között volt, tehát dolgosabb az én generációmnál, és akkor ez így romlik folyamatosan, hogy egyre inkább az embereknek a munka az, hát nyilván nem azt lehet mondani, hogy ez mindenkinél így van, de ez általános, hogy egyre inkább nem szeretnek dolgozni. És minden mást szívesebben csinálnak helyette, csak dolgozni ne kelljen. És ahogy mondom, fejlődik a társadalom, úgy egyre utálatosabb dolog a munka. De hát nyilván ennek megvan az oka, nagyon egyszerű oka van. Hiszen régen, már egész kiskorban a gyerekeket befogták dolgozni a családok.
tehát a családok. Tehát nem elküldték dolgozni, hanem befogták dolgozni. És viszonylag egyszerűen történt ez a, hogy befogták dolgozni, mert hát a családok akkor tájt nagy részben vállalkozással foglalkoztak, tehát a mai értelemben vett vállalkozásnak. Vidéken általában mezőgazdaság és állattenyésztés, a városokban meg kereskedelem és ipar. Tehát úgy ipar, hogy iparosok voltak. És ugye miért beszélek én erről? Mert ahogy a munka egyre távolabb áll az emberektől, úgy változtak meg az emberek. Hiszen gondold végig, amikor az emberek 365 napból gyakorlatilag 365-öt dolgoztak szinte, vagy csak nem, esetleg nem dolgoztak mondjuk 52 napot egy évben, mert a többit végig dolgozták. Az azt jelenti, hogy nekik az volt az életük központja. És a munka köré szervezték az életüket. És ha az ember a munka köré szervezi az életét, ott nem lehet etikátlanság. Tehát ott nem lehet erkölcstelenség, mert hogyha nem a munka köré szervezi az ember az életét, akkor ha erkölcstelenséget, tisztességtelenséget, becstelenséget csinál, akkor régen ez úgy működött, hogy éhen halhatott az ember. Most segélyből valamilyen formában eltengődnek az emberek, ez régen nem volt. Tehát ha segítségre szorult valaki, akkor a családjára számíthatott. Senki másra. Most nagyon sok ember, tudjuk jól, mióta Magyarországon is bevezették a munkanélküliséget, a világon, ahol munkanélküli segélyek vannak, ott az emberek megtanulták azt, hogy a munka az büdös. Én ismerek olyan embereket, akik Magyarországról elmentek külföldre, és ott szülték meg a gyereket, és utána a segélyből élnek, érted? Nem mind a ketten, hanem azt jelenti, hogy mondjuk az egyik szülő dolgozik, a másik meg segélyből él. De nagyon érdekes, hogy a segélyből élő az nem a nő. Oké? Hanem a férfi. És nem azért, mert a nőnek jó szakmája van, nem. Hát ha innen kimegy valaki valamilyen szakmával, általában odakint nem a szakmájában dolgozik. Általában. Szóval egy olyan világot élünk, ahol az embereknek azt lehet mondani, hogy minden fontosabb, mint a munka. Tehát minden. Tehát minden. Tehát minden más időtöltés fontosabb, mint a munka. Nyilván ez elsősorban a segélyek miatt alakult így. Na most, ennek következtében az emberek etikai szintje, tehát erkölcs, tisztesség, becsület, az lecsúszhatott. Tehát, hogy értsük, mindjárt beszélek erről. Hogy megértsük. Tehát gondoljátok végig, az imént már mondtam, hogyha valaki régen nem a munka köré szervezte az életét,
akkor élje a halatot. Oké? Ezáltal ugye muszáj volt az, hogy tisztességesek, becsületesek, erkölcsösök legyenek, nem tehették meg azt, hogy mondjuk szétverjenek egy családot, saját maguk. Tehát nem tehették meg azt, hogy a saját családjukat szétverjék, mert föl volt építve a családban az, hogy kinek mi a dolga, kinek mi a feladata, és a család abból a felépítettségből kialakította a megélhetést. És ha ezt szétrúgták, akkor azok a személyek gyakorlatilag életszínvonalban óriási mértékben lezuhantak. Ezt én láttam gyerekkoromban, de még mindig élnek azok az emberek, egy része természetesen, akik tőlem idősebbek, jóval, és akkori társadalomban nem a hagyományos családmodellben maradtak, hanem tehát az azt jelenti, hogy mondjuk egyedül nevelték a gyereket. Érted? Vagy az a ritkább volt, hogy mint ami most sűrűn van, hogy egymás gyerekét, tehát én gyerekem, te gyereked, olyan nem nagyon volt. Jó? Tehát olyan nem nagyon volt. Max olyan volt régen, hogy mint például az én nagymamám meghalt, viszonylag fiatalon, tehát szült 5 gyereket, és anyám 6 éves volt, mikor ő volt a legkisebb, mikor meghalt nagymamám, és nagyapám újra házasodott. És utána még az új asszonytól lett 3 gyereke, de hát azok legalább féltestvérek voltak, érted? Nem én gyerekem, te gyereked, hanem féltestvérek. Tehát ami azt jelenti, hogy az apjuk legalább közös volt. Szóval, az azt jelenti, hogy én láttam azt, hogy azok a családok, ahol nem eredeti felállásban működött tovább, azok segítség nélkül nem boldogultak. Tehát ismerek még olyan szemét, aki hát nem családban hozott létre egy gyereket, hanem valaki gyereket csinált neki. És utána nem őt vette el, hanem egy másikat. Nem tudott úgy boldogulni, hogy egyedül, és eleve onnan, hogy gyereke lett, már nem kellett másnak. Érted? Nem kellett másnak. Tehát másik férfi naponatok kezdve nem kellett. Mert gyereke volt. Mert egy férfi akkor fogta és olyan nővel kötött házasságot, akinek nincs gyereke. Világos ez? Tehát nagyapámnak azért sikerült egy másik hölgyel házasságot kötni, mert az a hölgy már javában vénlány volt. Érted? És örült, hogy valaki beköti a fejét. Szó szerint értsétek. 30, nem is tudom hány éves volt. Akit ugye, hát az abszolút véllánynak hívták a 30 valahány éves embert a háború előtt. Oké? Szóval, ha megnézitek, egy olyan világot élünk most, hogy megutáltatták az emberekkel a munkát. Az emberek nem a munka köré szervezik az életüket. Érted? Azért nem tudják a munka köré szervezni, mert elérték náluk,
hogy a pároknak ne legyen közös tevékenysége. Oké? Tehát gondoljátok végig, összeházasodtam a feleségemmel, és gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy addig voltak párkapcsolati gondjaink, ameddig nem lett közös tevékenységünk. Tehát egymást kiegészítő tevékenységünk. Tehát a nénem onnantól, hogy megszülte az első gyerekét, otthon volt, otthon dolgozó, még egy jó ideig, ugye apám vállalkozásában dolgozott otthon, meg én is, és utána én vállalkozásba kezdtem apámtól függetlenül, létrehoztam a cégemet is, és a feleségem majd jó idő után, tehát gyakorlatilag már a 2000-es években kezdte el a cégembe való tevékenységet. És onnantól kezdtük el az egymás munkáját kiegészíteni. És érdekes mód, onnantól nincsenek párkapcsolati gondjaink. Érted? És addig voltak. Szóval, tehát ugye egy olyan világot élünk, ahol ugye például mi megnézzük a saját életünket, majd ezt olyan világot élünkre visszatérek, csak eszembe jutott még valami ezzel kapcsolatban, megnézzük a saját életünket. Nekünk a klasszikus életünk van, az azt jelenti, hogy mi az életünket teljes egészében a munkánk köré szervezzük. Érted? Az életünk minden részletét a munkánk köré, a közös munkánk köré szervezzük. Semmi nem lehet fontosabb, mint a közös munkánk. Szó szerint értsétek. És ez ugyanígy volt a múltban az emberekkel, hogy semmi nem volt fontosabb, mint a közös tevékenységük a családoknak. Érted? Tehát ez azt jelenti, hogy azáltal, hogy elérték, hogy az embereknek ne legyen közös tevékenységük a férnek, feleségnek, gyerekekről nem is beszélve, hogy ugye munkahelyekre járjanak az emberek, ne saját. Tehát most mi a lényeges különbség? Ezt is félbevagytam a mondatot, hogy ne saját. Ugye azt mondanám, hogy ne saját vállalkozása legyen az embernek, hanem az egyik itt dolgozzon, a másik ott dolgozzon. Tehát azáltal, hogy az embereknek munkahelyük lett, a saját közös vállalkozás helyett, sok esetben nincsenek közös célok, nincs közös együttműködés. Tehát ahol emberek nem működnek együtt, nem működhetnek együtt, mert hát külön dolgoznak. Az, hogy néha-néha együttműködnek, azt tudod, mit jelent? Semmit. Tehát, ha az emberek nem működnek együtt, akkor nem is fognak sose tökéletesen összeszokni. Érted? És soha nem lesznek képesek a csapatmunkára. Tehát, akik nem működnek együtt rendszeresen, azok nem képesek a csapatmunkára. A csapatmunkának ugye az első és legfontosabb dolga az, hogy közös cél, és mindent a közös célért csinálnak.
Na most emiatt, hogy ezt a világunkban megszüntették, amit most elmondtam, és ritka az olyan család, mint amilyen. Ezáltal, hogy az embereknek nem a munka köré van szervezve az élete, hanem minden más fontosabb, ezáltal, ha megnézitek, minden fölbomlott. Tehát fölbomlott a családok egysége, na most ez úgy működik, hogyha az erkölcs lazul, akkor lazul a tisztesség és a becsület is. Tehát mindig az erkölcsből indul ki. Ha a párok szétmennek, na most ugye azt gondolod, hogy az az erkölcs teljes egészében, hogy nem csalják meg egymást. Nem feltétlenül azért válnak szét a párok, mert megcsalják egymást. Persze vannak ilyen válások is, ami ebből az okból történik, de nem feltétlenül. Hanem azért, mert nem jönnek ki egymással. Azért mennek szét a párkapcsolatok. Azért válnak el a... Ha megnézed, amikor megcsalja az egyik a másikat a párkapcsolatban, az egy következménye annak, hogy nem értenek egyet. Na most, hogy lehet egyet érteni az emberekkel az elő? Tehát a párkapcsolatban két ember hogy tud egyet érteni? A közös tevékenységet végeznek nap, mint nap. Érted? Nap, mint nap. Ha nem közös a tevékenység, akkor sosem tanulják meg az egyetértést. Tehát maga a tevékenység rákényszeríti magát, tehát az emberre rákényszeríti azt, hogy kénytelen legyen együttműködni, hatékonyan együttműködni a másikkal. Tudjuk jól, hogy a kényszer az az egyik legnagyobb úr, hanem a legnagyobb úr. A kényszer. Tehát ha a kényszer ráviszi az embert, akkor ő együttműködik. Érted? És ha a kényszerből a párok együttműködnek, akkor az együttműködés következménye az egyetértés, érted? Mert nem lehet úgy együttműködni, hogy nincs egyetértés. Tehát megtanulják azok a párok, akik együttműködnek, megtanulják az egyetértést. És ha egyetértés van, akkor nincs válás. Tehát ott van válás, ahol nincs egyetértés. Érted? És azáltal, ha nincs egyetértés, akkor már is bomolhat az erkölcs. És ha az erkölcs bomlik, akkor bizony bomlik a tisztesség, bomlik a becsület is. Mert az etika ebből a három elemből áll össze, hogy tehát erkölcs, becsület, tisztesség. Ez a sorra. Tehát erkölcs, becsület, tisztesség. Szóval, akkor nézzük tovább. Sikerült rávenni az embereket fondorlatos módon a hatalomnak, hogy beszüntessék a közös tevékenységeket. Ezáltal elérték tehát azt,
hogy ne értsenek egyet a párok, megbomoljon az erkölcs, mert ha nem értenek egyet, akkor elkezdenek széthúzni. Érted? Elkezdenek széthúzni. Más irányba haladni. Más irányba belefér az, hogy mással keresni az egyetértést. Abba belefér. És ennek következménye az lett, hogy társadalmi szinten az erkölcs megbomlásával a becsület az elkezdett nagy mértékben lecsökkenni, és természetesen ennek következtében a tisztesség is hát nagy mértékben lecsökken. Mert azt gondolják az emberek, sőt ma az teljesen tisztességesnek tűnik az emberek számára, hogy elválnak, ezért azért amazért, majd létrehoznak egy másik kapcsolatot, majd abból is kimennek, majd létrehoznak egy harmadikat, majd abból is kimennek, érted? Tehát, ha megnézed, a válás az mindig egy anyagi katasztrófa az embereknek. Tehát aki részt vesz válásban, annak egy anyagi katasztrófa. Így is, úgy is. Na most, régen ezt nem engedhették meg maguknak az emberek. Az anyagi katasztrófát. Volt annyi eszük, hogy nem engedték meg. Tehát még a nagyszüleim generációja, aki 17 előtt született, az tökéletesen jól működtek ezen a téren. Nem váltak el. Tehát ott nem nagyon találkoztál olyannal, hogy valaki elvált. Az elvállás az a halál volt. Érted? A következő generációnál, a szüleim generációja következő, ott már előfordult egy-egy válás. De csak egy-egy. Az én generációmban már több a válás, mert már nem ritka a válás. A következő generáció, 68-tól lévő generáció, tol meg el lehet mondani, hogy 70% válás. Oké? Tehát ha megnézitek, mit tudom én, mondjuk a nullából, a 0% szinte volt a válás, utána a szüleim generációnál nem érte el a 10%-ot, biztos, hogy nem érte el a válások aránya. Az én generációmnál lehetett egy olyan 20-30, 40 max, és akkor hirtelen, bum, 70, érted? Brutál. Brutál. És mondom még egyszer, az erkölcs az nem csak arra vonatkozik, hogy megcsalják vagy nem, hanem ott kezdődik az erkölcs, hogy egyetértenek a párok vagy sem. Érted? Ott kezdődik. Tehát, hogy két ember meddig képes egyetértésben lenni. Meddig képes. És mikor jön el az, amikor két ember már nem tud egyetértésben lenni? Ha két ember együtt dolgozik, akkor kénytelenek egyetérteni, érted? Tehát egymás kiegészítő tevékenységet végeznek, akkor kénytelenek együttműködni. Na most ez társadalmi szinten és világszintű tendencia, érted? Amit most elmondtam. Ami annyit jelent, hogy ez idézte elő ezt a liberalista szemléletet, hogy ne legyenek szabályok, és mindent engedjünk.
Érted? Mert a liberalizmusnak ez a lényege, hogy ne legyenek szabályok. Viszont nálunk van olyan képzés, ahol tanuljuk azt, hogy a közösség, tehát egy bármilyen közösség a Földön, addig tud működni, míg betartják a szabályokat. És nem azért tartják be, mert félnek a következményektől, hanem azért tartják be, mert úgy érzik, hogy be kell tartaniuk. Érted? Tehát nem a félelemből tartják be a szabályokat, hanem a tisztesség elvén. Tehát azt tartják tisztességesnek, hogy betartják a szabályokat. Érted? Tehát egy tisztességes ember az szabálytartó, az betartja a szabályokat. Tehát minden közösség csak addig működik, míg a közösség tagjai betartják a szabályokat. És abban a pillanatban, amikor a közösség tagjai elkezdik nem betartani a szabályokat, a közösség szétesik. Ez érvényes a társadalomra is. És az egész társadalom efelé halad, ha megnézitek, nem csak Magyarországon, a világon efelé halad, hogy liberalizmus, ne tartsák be az emberek a szabályokat. Érted? Tehát természetesen az se jó, ha minden túl van szabályozva, mert az meg már diktatúra. Tehát, ugye, akkor elmondom, jó, hogy társadalmi szinten ez hogy működik? Ez úgy működik, hogyha egy társadalomban engedik, ez történelemben nézd meg, pont így volt. Társadalomban engedik a liberalizmust, tehát a szabad elvűséget engedik, akkor jön az anarchia. Tehát a liberalizmus következménye az anarchia. Az anarchia következménye pedig a diktatúra. Jó? Na most nem kell messzire menni a történelemben. Csak a második világháború. A második világháború volt, gyakorlatilag az anarchia. Oké. Előtte pedig szabad elvűség volt. Tehát Németországban volt a legtöbb bordélyház Európában. A háború előtt. Tehát az első világháború után a nyertes hatalmak arra törekedtek, hogy Németország lakosságát teljesen szétzüllesszék. És hát az erkölcs az nagyon alacsony szintre süllyedt. És ezért tudott Hitler kiemelkedni, mert gyakorlatilag a liberalizmus és az anarchia az jelen volt már Németországban. És onnantól a diktatúra az, ami helyre tudja hozni a dolgokat, csak a diktatúra az további anarchiába tornyosult, vagy torkollott, hiszen háború lett. De ha megnézed az első világháború előtti időszakot, az is egy kicsit hasonló helyzet volt. Tehát amikor az emberek egy társadalom, tehát a társadalom az egy közösség. Tehát az a legnagyobb közösség.
Tehát mikor a társadalomban elkezdik felrúgni a szabályokat, anarchia lesz belőle. A végén. Nézd meg, a francia forradalom is ugyanerről szólt. Az összes forradalom erről szól. Hogy elkezdték felrúgni a szabályokat, tüntetésekkel, stb. Stb. És utána mi lett belőle? Anarchia. Oké? Hát az anarchia, amikor nem számít, gyilkoljunk, öljük az embereket, ez az anarchia. Most azt, hogy világháborúnak hívják, vagy polgárháborúnak hívják, vagy háborúnak hívják, az most ebből a szempontból részletkérdés. Ha nem hiszed, hogy így van, mi jöjjünk még közelebb. Ukrajna. Ukrajnában mondhatjuk azt, hogy diktatúra volt. Majd szépen átvitték az egész diktatúrát ilyen liberalista működésbe. Rögtön, amint elkezdett a, tehát csináltak egy puccsot, ugye a megválasztott vezető esetében csináltak puccsot, és ugye olyan báb kormányt ültöttek a hatalomra, akinél el lehetett azt érni, hogy Ukrajna ne tartsa be az oroszokkal a megállapodást. Ukrajna. Hát itt igazából nem a nyugatról szól a történet. Nyilván ez tetszett a nyugatnak, hogy Ukrajna nem tartja be a megállapodást az oroszokkal. Mert hát akkor lehet Ukrajnában is terjeszkedni Oroszország felé. És ezt csinálták is, ezt a terjeszkedést. Bizonyára csomó politikust megvettek a hatalom, a nyugati hatalom megvette az ukrán politikusokat. És amit az oroszok léptek, ugye az egy következmény, de nem is ez a lényeg, hanem megnézed, megint mi lett ennek a fajta működésnek a következménye Ukrajnában, háború. És mondhatjuk azt, hogy polgárháború, mert az orosz és az ukrán az testvér nép. Érted? Tehát ez a háború igazából egy polgárháború, ha jobban megnézzük. Csak ugye van ebben egy az ukránokra nézve szerencsétlen helyzet, hogy sokkal népesebbek az oroszok, mint az ukránok. Oké? Tehát ez olyan, mintha mondjuk Magyarországon a palócok fellázadnának a magyarok ellen, érted? Hát nyilván a palócoknak esélyük nem lenne Magyarországgal szemben. Tehát a magyarokkal szemben itt Magyarországon. Esélyük se lenne. Na hát ugyanúgy képzeljétek el az ukránokat is. Jó? Tehát az orosz nyelvben az ukrán, Ukrajna az határvidéket jelent. Hát ami azt jelenti, hogy az a Oroszország határvidéke. Tehát ez nem egy külön ország, hanem az ő országának a határvidéke. Jó, és tehát ezt most csak azért mondom, hogy tiszta és világos legyen, hogy hova vezet az a liberalista működés, amit csinálnak. Oké? Tehát a diktatúra se jó, de az összes demokrácia, ami a Földön még létezett, vagy már létezett, az mind megbukott. Előbb vagy utóbb. Tehát nem tudsz olyan demokráciát mondani a történelemben, ami fennmaradt. Tehát a demokrácia, mint társadalmi forma, mindig átment a liberalizmusba. Nézd meg a Római Birodalmat. És utána mindig anarchia lett belőle. Tehát ez volt a
a folyamat demokrácia, utána jött a liberalizmus, és utána jött az anarchia. Tehát ugye van egy ilyen mondás, hogy a történelem ismétli önmagát. Így van. Tehát mondom, nem tudsz olyan társadalmat mondani, ami a demokráciát nagyon sokáig fent tudta tartani. Nem tudsz. Tehát mind szétesik. Minden társadalom átmegy a demokráciából liberalizmusba. Vagy diktatúrába. Oké? Tehát ott, ahol kiemelkedik mondjuk egy nagyon erőteljes vezető, és ő kap hatalmat, ő létrehoz a demokráciából egy diktatúrát. Jó, és ha megnézitek, a Földön a leghosszabb ideig, furcsa mód, nem a liberalizmus működött, nem az anarchia működött, de nem is a demokrácia működött, hanem a diktatúrák működtek. Hiszen a királyságok elve az a diktatúrára épült. És itt egy kérdés volt csak, hogy mennyire volt drasztikus az a diktatúra. Tehát ugye mi a diktatúrák alapja? A diktatúrák alapja, hogy a polgárok azok betartsák a szabályokat. És akkor nincs gond, ha a polgárok betartják a szabályokat. Ha nem tartják be, akkor föllépnek a szabályszegőkkel szemben, méghozzá drasztikusan. És ha megnézed, mindenütt, ahol diktatúra volt, a szabályszegőket nagyon keményen megbüntették. Például mondjuk valaki lopott, levágták a kezét, érted? Csuklóból. Többet nem lopott, az biztos. Érted? Így van, és a többiek is meggondolták. Tehát, még egyszer mondom, a diktatúra nem jó, mert azért kell a diktatúra, mert az emberek nem gondolják azt, hogy nekik saját maguknak szabálykövetőknek kell lenniük. Tehát nem gondolják. Tehát azt gondolják, és valamilyen szinten jól gondolják, hogy a szabályok nem értük vannak, hanem ellenük. Ezt ugye az embereknek el is magyarázzák, hogy ez így van, hogy a szabályok igazából nem értük vannak, hanem ellenük. Nyilván nem azok magyarázzák el, akik írják a szabályokat, hanem azok, akiknek nem tetszenek, hogy vannak szabályok, a liberalista gondolkodású egyének. Oké? Tehát még egyszer mondom, bármilyen közösség legyen, ez beleértve a család, ha a szabályokat nem tartják be, az a közösség szétesik. Tehát például a családokban van ilyen szabály, itt, Európában, hogy nem szexel az ember más személlyel, csak a párjával. Oké? Akkor, hogy nem akar mással lenni, hanem elsősorban a legtöbbet a párjával akar lenni. Ezek ilyen szabályok, érted? Akkor az is egy szabály, hogy a párok például nem értékelik le egymást. Nem? Tehát az is egy szabály, hogy a párok együtt működnek. Oké? Az is egy szabály, hogy a párok egyfelé tartanak. Tehát egy úton haladnak. És az út végén ott vannak a fő cél, és addig is
közös célok vannak, amíg a fő célt nem érik el. Tehát ezeket a szabályokat, amikor megszegik a család tagjai, tehát a fér vagy a feleség, akkor szétesik a párkapcsolat. És ez minden közösségre igaz. A társadalomra ugyanúgy igaz. Ha a társadalom nem tartja be a szabályokat, akkor a társadalom szétesik. Tehát ugye próbálnak mindig szabályokat hozni, tehát például Magyarországon már lassan több évtizede több törvényt módosítanak vagy hoznak, mint ahány nap van egy évben. Ezt jó, ha tudod. Tehát több a módosítás, mint ahány nap van. Tehát régen, mit tudom, egy évben változtattak 20-30 szabályt, érted? Most 400-500 szabályt változtatnak. Na most ez is oda vezet az anarchiához, mert követhetetlenek a szabályok. Magyarországon ráadásul még egy olyan társadalmi berendezkedés is van a kormány részéről, hogyha van egy precedens, egy, akkor amiatt törvényt kell módosítani. Egy precedens miatt, érted? Tehát akkor fogják és törvényt módosítanak, nem egyet, akkor már úgy legyen kövér, többet módosítsunk. Ha nem hiszed, hogy így van, volt egy precedens. Tudjátok, ez a bicskei gyermekmolesztálás esete. Évekkel ezelőtt volt, az nem az idén volt. Az évekkel ezelőtt volt. És most bukott ki, ugye a tavasszal. És emiatt nem is tudom hány törvényt módosítottak. Emiatt az egy precedens miatt. Egy. Érted? Egy. Kíváncsi leszek, hogy most a, mit tudom én majd a, hol volt a Nyíregyházi, vagy hol volt az a kalandpark, vagy hol volt? Igen. Na ott, amiatt fognak-e törvényt módosítani. Tehát van egy precedens, és akkor nem egy törvényt, fogják törvényeket módosítani. Itt van egy nagyobb baleset, ahol meghal több ember, és akkor módosítják a kreszt, érted? Röhely, ami itt Magyarországon van ebben a kérdésben. Röhely. Tehát mondom még egyszer, a törvények követhetetlensége, de ugye most már ugye nem csak törvények vannak, hanem rendeletek is vannak, de ugyanarról a körről beszélek. Tehát ezeknek a módosítása, tehát a szabályok államilag módosítása, és annak követhetetlensége, az viszi a társadalmat az anarchia felé. Jó? Ha nem más, akkor ez biztos. Szóval, egy érdekes világban élünk, erről csak ennyi. És ez mind annak a következménye, hogy az emberek eltértek az egyedüli normális működéstől, attól, hogy a családok a munka köré szervezték az életüket. Na most, én ismerek rengeteg embert, hát nem sokat ismerek közüle olyat, aki a munkaköré szervezte. Tehát akik a munkaköré van szervezve a családnak az életet. Nem nagyon ismerek ilyet. Nagyon kéne gondolkodnom, hogy vajon ki lehet olyan, aki a munkaköré szervezte az életét. Nem, én akiket ismerek. Nem, a vállalkozók sem. Tévedésben élsz.
Lehet, hogy valami nagy vállalkozó, igen, de a kis vállalkozók sem. Azok sem. Oké? Ami azt jelenti, hogy emiatt ugye az etika, ami erkölcs, tisztesség, becsület, meg van bomolva. Emiatt. Na most, ahol az emberek fejében az etika, tehát az erkölcs, becsület, tisztesség meg van bomolva valamilyen szinten, attól, hogy azoktól az emberektől, akik egy ilyen társadalomban vannak, ahol az embereknek az erkölcse, becsülete, tisztessége meg van bomolva, mit várhat az ember egy ilyen társadalomtól? Milyen pozitív jövőt várhat? Semmilyen. Na most, akkor nézzük. Jó? Tehát mi magyarok, aznak, mint népnek az a küldetése, hogy egy magasabb szintű tudást juttassunk el az emberiség számára. Ezáltal minden magyarnak ez a küldetése. Oké? Annak is, aki ugyan nem magyarnak vallja magát, de leszármazottai magyarok. Csak azért nem vallja magyarnak magát, mert nem Magyarországon született. Érted? Na most. Az azt jelenti, hogy a magyarnak van egy óriási szansza a többi népekkel szemben. Az összes többi néppel szemben. Tudod micsoda? Az, hogy neki ezt a küldetést teljesítenie kell, és ezt a küldetést csak úgy lehet teljesíteni, hogyha az egyének megtanulják az etikát, és alkalmazzák. És a magyar családok a köré szervezik az életüket, hogy közös tevékenységük legyen. Vajon ha a magyar népnek az a küldetése, hogy egy magasabb rendű tudást vigyen el az emberiség számára, akkor vajon mi lehet a vállalkozásukban? Hát az, hogy eljuttassák az emberek számára a magasabb szintű tudást. Na most, de nem a magyarság részére kell juttatni a magasabb szintű tudást, hanem az emberiség részére, amelyiknek része ugye az emberiségnek a magyarság is. És azért gondoljuk végig, hány millió család van, vagy hány milliárd család van a bolygón? Akkor ez nem tölthetné ki az egész magyar nemzet, tök mindegy, hol élnek, tevékenységét? Nem tölthetné ki, szerinted? Hát gondold végig, 320 millió olyan emberre lenne szükség, aki azzal foglalkozik, hogy valamilyen szinten tanítja az élet és az ember működését másoknak. És természetesen ő is betartja az élet és ember működésével kapcsolatos szabályokat. Ez, tudod, mit jelent? Azt jelenti, hogy minden magyar ember a Földön megélhetne bőségesen abból, hogy ezt a tudást tanulja, használja, tehát teszi benne a dolgát, és tanítja másoknak. Mert ezt semmilyen más néptől nem fogod tudni elvárni. Csak a magyartól. Mert egy más népnek se küldetése. Franc tudja nekik, mi a küldetésük.
Nem is érdekel. Oké? Nem véletlen születtem ide magyarnak. Oké? Meg te se. Jó, úgyhogy tessenek ezen elgondolkodni. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Szeretlek benneteket, szünet után találkozunk.